Na hát szavaztok gyerekek, itt vagyunk a következő részben, folytatjuk tovább a sztorit. Remélem láttátok az előző részeket, és annak alapján összetudjátok ti is nagyjából rakni a képet. Igazából szerintem a legnagyobb dolog, ami most történt, az az volt, hogy Calvary, vagy mi volt a csávó neve, aki eddig Beckyt mindig csesztette, meg azzal vádolta, hogy eltüntetett bizonyos bizonyítékokat, ő most meghalt. Úgyhogy szerintem ez volt a legnagyobb csattanó. Mondjuk ezt lehet nem kellett volna elmondani, mert spoiler volt, de nézzük akkor. Hát ezt nem hiszem el. Mindjárt akkor folytatjuk, csak megint tölt le valamit. Nos. Becky letartóztatta Finn, de a Tusszal áramütés végzett, Beckyt és társát előléptették. Igen, ezek történtek jelenleg. Eddig egyébként az előző részben, hogyha láttátok, hogy Becky valami leesett a kép mögül, amikor Becky megmozgatta, az egy kémkamera volt, most itt néztem még a jegyzeteket, amíg valamit töltött le, és az egy kémkamera volt, elméletileg. Úgyhogy ez van. Igen, ezek történtek, csak hogy így egy összefoglaló jelleggel ezt így megmutatja. Becky elmondta a felszínek, hogy haragban volt Calvary-vel, vagy Calvary-val. Calvary-vel. Becky megbolygatott egy rejtett kamerát a tett helyen, így van, ezt néztem én is. Úgyhogy az akkor egy rejtett kamera volt, én azt hittem egy poloska. És volt alibink. Úgyhogy hála Isten, most ezzel nem tudnak minket vádolni, mert volt alibink. No! Hát akkor nézzük a folytatást, srácok! Dőljetek hátra, és akkor élvezzük. És most kezdődjön a játék második felvonása. Alright. Dőljetek hátra, a chipset a kézbe, és akkor nézzük. Na, azt ez hol van? Police Department. Vagy Department. Tudja, hogy még előkerül, hogy mi voltunk. Meg vagyok. És most még jobban utálnak minket. Amikor egy őrült járkál szabadon. Jól van, emberek! Egy kis csendet kérek! Mondom, csendet! Ma elvesztettünk egy zsarut. A társunk holnap nem veszi fel a munkát. Rosszabb is lehetett volna. Tudom, hogy ez kemény lesz mindenkinek. Egyikünk sem hitte volna, hogy megérjük a napot, amikor Calvary kiszáll a versenyből. Kártagadni nem volt kedves ember, de közénk tartozott, és nem tűrhetjük, hogy megtámadjanak. Na, mit csináljunk? Tényleg azt hiszi, hogy az orvadász volt? Kíváncsiak legyünk inkább, szerintem. Nem? Elnézést, őrmester. Van valami hír a szemtanúról, a prostituáltról? Kiadtuk a körözést erre az Adam Jonesra is. Szólni fogunk. Hogy ki volt a keredve anyaka? Amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, egy orvadász másolót keresünk. Az sem kizárt, hogy Jonathan Finn a rácsok mögül mozgatja a szálakat. Ha. Ő itt Felicity Graves kerületi ügyész, aki segít minket a nyomozásban. Jól ismeri az orvadász módszereit. Bánjanak tisztelettel vele. És még valami. Felicity Graves kerületi ügyész alkut kötött a bíróval, így Jonathan Finn ideiglenesen a mi őrizetünkbe kerül. Na ne már, ez most komoly. Emberek, ez egy hasznos nyom lehet. Ellenőriznünk kell. Akinek valami gondja van ezzel, megtalál az irodámban. Marnie felügyelő, kérem nézze át Calvary régi orvadászaktáit. Keressen kapcsolatot a mostani esetekkel. Hát nem, mi örülünk ennek. Mi örülünk ennek, mert igazából át akartuk nézni az aktákat. Jó, rendben, értettem. Rajta, lássunk munkához. Ne feledjék. Jack Calvary figyel minket a pokol valamelyik bugyrából. Legyen ránk büszke. Valamilyen szinte jó, hogy kiszállt ez a Calvary, de... Jó azért, ja. Miss Graves. Hogy van? Hát igazából szerintem legyünk visszafogottak. Nem tudom, én erre játszom. Nehéz elveszíteni egy rendőrtársunkat. Mindegy, hogyan történik. De köszönöm, hogy megkérdezte. Értesítjük, ha megtudunk valamit. Már készítik Fint a kis kiruccanásra. Szeretném, ha ön is velük jönne. Én is. De a pincében kell gályáznom.
Akkor én voltam a fasz, mi? Na, akkor azt kellett volna, hogy megtagadjuk. Gondolkodtam ezen az egészen. Micsodán? Alibit kértél tőlem a tetthelyen. Tényleg azt hiszed, hogy közöm lehet ehhez az egészhez? Becky. Kérdeztem valamit. Lennél szíves elengedni? Hát igen, én azt gondolom, hogy őszintének kéne lenniük egymással. Társak vagyunk. Őszintének kell lennünk egymással. Legyünk őszinték? Oké. Mindenki tudja, hogy nem bírtátok egymást Calvary-vel. Sokak szerint nincs minden rendben nálad. A helyedben sokkal óvatosabb lennék. Az a nyádat. Te most azzal vádolsz, hogy meggyilkoltam egy rendőrtársamat. Volt indítékod. Én csak a munkámat végzem. Ezt a faszt. Jó, hát akkor csalódottak leszünk. A társam vagy, Tom. Hogy is felejthetném el? Egy oldalon kéne állnunk. Nem azért állok melletted, mert társak vagyunk, hanem mert a barátod vagyok. Több barátod van, mint gondolnád. Szerinted Rix miért bízta rád az aktamunkát? Azért, hogy ne legyek útban. Lehetséges. Vagy talán tényleg úgy gondolja, hogy találhatsz valamit. Hát nem tudom, ez a Tom is egy érdekes, azt mondja, hogy barátok vagyunk, közben meg azt hiszi, hogy ő gyilkolta meg. Mármint, hogy a Becky gyilkolta meg, de fura. Adam Jones biztosan megfordult a Las Palmasban, ugyanakkor, mint Finn. Állítólag meghalt a tűzben, amiután bezárták az intézményt. Finn szerint Jones túlélte, és ő az orvadász. De ez hogy lehetséges? Nem értem. Mi van? Azt mondja, utána nézek, Las Palmas árvaház, utána nézek, az orvadás első áldozata, és vagy utána nézünk a Las Palmas kisegítőinek. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy most mindegyiket meg tudjuk-e nézni, de nézzünk rá. Ha a gyilkosságoknak köze van a Las Palmas árvaházhoz, Rominski atya a központi figura. Kár, hogy a többi pap azonnal némasági fogadalmat tett, amint kiderült, hogy vaj van a fején. De Finn azt mondta Felicitynek, hogy Rominskinek volt egy titkos szobája az árvaházban. A rendőrségi jelentésekben nem találtam ennek nyomát. Azt hiszem, ideje ellátogatnom a Las Palmasba körülnézni egy kicsit. Ójaj! Ójajajajajaj! De hát az leégett. Romos. Izé. De lehet találunk ott valamit. Attól függetlenül elképzelhető, hogy találunk valamit. Érdekes nekem ez az egész, hogyha volt neki, tehát hogy... Egy csomó minden szerintem itt gázos, mintha egy csomó rendőr azt akarná, hogy ne nézzenek még jobban utána, mintha tudnának valamit. Nem? Meg ezek a jelentések is, hogy találtak egy hajszálat, és onnantól azt hiszik, hogy ő volt akkora izé. Tehát, hogy olyan túl egyszerű lenne így, nem? De nem tudom, csak így gondolkodok, hogy tényleg... Nem tudom. Jó, hát most meglátjuk, találunk-e itt valamit. Azért ebbe az árvaházba sem mennék be szívesen, megmondom őszintén. Hát nézzük, mennyire creepy, ott mennyi szellem lehetett a jóisten, meg mennyi pók. Na mindegy. Hogyha van itt egy szoba, akkor én azt gyanítom, hogy megtaláljuk, hogyha van tényleg egy eltitkolt szoba, mert Finn azt mondta, ugye? Fura, egy kicsit zavaros most már. Ez a Felicity is, nem tudom, mint egy kicsit sántítana, de nem tudom, hogy miért, csak mindegyiknek olyan fura tekintete van, lehet, hogy csak a játékot csinálták ilyenre. Azt a kurva eget. Na, ott van valami? Ha-ho. Láttátok, hogy elment ott valaki? Ha-ho. Azt a kurva eget, úgy olyan liba bőrös lettem, mint a picsa, elment ott valaki mögötte. Húha, na mit kell keresnünk? Kép? Működj! Na. Azt mondja, hogy első körben a képet kell megkeresni. A... Nem ezt? Jaj, mit kell még? Mi a szar az? Hát nézd meg, hát nem találunk mást. Ott? De nem találtunk... Istenem, nem találtam meg azt a másikat. Furcsa idézet. Mi volt odaírva?
Esküszöm, hogy valaki elment mögötte, basszus. Úgy meg fogok ijedni, hogyha valami izé lesz. Hé! Azért mondom. Ki van ott? Van ott valaki? Ott fut. Jó van, nem szellem, hála Isten. Adam Jones. Mit csináltam? Hát, ja, hogy bele kellett volna vinni a kurzort, mi? Ó, basszus, hát nem tudtam. Kicsit még fura nekem ez a fajta irányítása a játéknak. Na, azaz! Jó! Meg volt! Bele kell ilyenkor vinni a körbe a izét. Hát, ez meglép. Azaz! Azaz! Állj! Ne mozduljon! Kezeket fel! Mi? Á, basszus! Basszus! Ne! Ne, ne, ne! Mert lehet, hogy Adam Jones az. Bassza meg! Fú, de jól megcsinálták ezt a vonatos izét is. Marnie, a Hoffman Road 22-be megyek. Találkozunk ott. Rendben. Minden rendben? Nyugodtak legyünk. Láttam egy alakot a Las Palmas körül ólálkodni. Nem biztos, hogy rosszat akart. Rengeteg arra felé a csöves. Elinalt, amint kiszúrtam. A háznál találkozunk. Na hát erre most már kíváncsi lesz, de de jó lett volna elkapni azt a csávót. A picsába. Olyan idegesítő ilyenkor, hát én simán átfutottam volna előtte. Mármint én nem, csak ha a játékba tudtam volna. Azt a kurva eget. Mennyire creepy. Ajajaj, és itt van Finn. Kihozták. Figyeljen rá, hogy ne próbálkozzon valami hülyeséggel. Ó, próbálkozzon csak. Eszébe se jusson. Örülök, hogy újra látom. Kényelmes a karperec? Alig érzem az ujjaimat, köszönöm kérdését. Nem segítene esetleg? Megszorítom, meglazítom. Hát figyelj, én nem bízok benne. Most jobb. Lekötelez. Én nem, azért szóval, na. Szóval idejött Adam az árvaház után? Nem, Adam itt nőtt fel. Lehet, így ellenséges lesz velünk ez a Finn, de hát... Igazából érdeke, hogy valamit találjunk, mert akkor nem végzik ki. Tiszta. Néhány csöves tanyászat, ide leléptek. Jó, 5 percet kérünk. Csak maga után. Erre tessék. És akkor most mit fogunk találni? Sátor? Ez az a szoba. Itt aludt Adam, amikor megszökött. Finn, itt évek óta nem járt senki. Nem mondtam, hogy itt fog ránk várni. Nyomokat, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Sátor. Sátor az itt lesz. Papírok. Na, hát menjen már ez a szar, miért csinálják ezt így, hogyha nem megy? Oké, és egy doboz, 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 mennyi? Azaz! Jó, kezd izgalmas lenni. Nem mindig érzékeli, fura. Szóval azt mondja, hogy ez az övé, nem valami csövesé? A csövesek nem mernek ide jönni. De hát akkor ott találhatnak valami DNS-t, meg ilyesmit, amit a jó régi, amit egyik részben mondtak, hogy azzal össze akarják vetni.
Csak nehogy valami bomba legyen már megint, de tényleg. Ez meg mi? Edem apja kártevőírtással foglalkozott. Na ne mondja. És igen jó volt benne. Az egyetlen dolog, amit Edem az apjától örökölt, hogy értett a féregírtáson. Márni felügyelő, az őrmester szerint indulnunk kéne. Nyomra bukkantunk. Még néhány percig maradnunk kell. Hogyan került Edem az árvaházba? Nos, Edem apjánál néha úgy elszakadt a cérna, hogy nem látott a dütöl. Egy ferde pillantásért eszméletlenre verte az asszonyt. Mm. Az pedig egy éjjel megtöltötte a férfi sörétesét, és Edem szeme láttára szétlőtte az apja fejét. Uf. A bíró életfogytot adott neki. Feltételes szabadláb nélkül nem látogathatta a gyerek. Persze, ha nem vette volna fel azt a puskát, apuci előbb vagy utóbb kinyírta volna őket. Szép kis igazságszolgáltatás, mi? A gyilkosság nem önvédelem. Maga szerint talán nem. Attól még nem volt joga megölni. Úgyhogy Edemet a Las Palmasban helyezték el. Azt hiszem, erre mondják, hogy csöbörből vödörbe. Hihetetlen, mit műveltek ott velünk. Rominski meg az a szarházi kisegítő. Mi megpróbáltunk szembeszállni velük úgy, ahogy maguknak kellett volna. Szóltunk a saruknak. A harmadik körzetet hívtuk, de senki nem tett semmit. Még a saját szociális segítőnk sem. Így amikor Edem végre kiszabadult abból a pokolból, a kezébe vette az ügyet, és kitalálta, hogyan áll bosszút. Ki ismerte a zsarukat? És mindenkit megölt. Egy percre pontosan megtervezett. Pontosan tudta, kikhez fog befutni a hívás, és mi vár majd rájuk. Se a zsaruk, se a szüleink, se a rendszer nem segített. Maga mit tett volna? Elintéztük magunk. Telepítve. Na, azért most itt kezd összeállni, hogy ez az Edem is, meg ez a Finn is azért csinálják ezeket, mert ugye bosszút állnak. Én azt gondolom, hogy legyünk egy kicsit belevalóbbak, tehát rámenősek, hogy mi is bosszút állnánk. Ha úgy mentek volna velem, mint Edemmel, én is bosszút akarnék állni. Tényleg? Régebben azt hittem, hogy csak Edem látja a világot olyannak, amilyen valójában. Hogy átlát a sok szarságon. Az emberek szívében rejlő gonoszságon. De már tudom, hogy erre csak Isten képes. Köszönöm, hogy meghallgatott. Végre valaki az én mondandómra is kíváncsi. Persze. Állok szolgálatára. Van itt még valami. Igen. Tudja a túsz, amikor elkaptak. Daniela Cardenas. Nos, Daniela és a húga Izzy ott voltak velünk a Las Palmasban. Ugyanolyan szar életük volt. Izzy bírta rosszabbul, pár évvel később túladagolta magát. Edem tudta, hogy Daniela mindenáron bosszút akar állni Rominskin. Daniela Cardenas is benne volt. És most halott. Én meglepet lennék. Jóságoség. A túsz is benne volt. Felhívom Simon Hillary-t. Ha Daniela testvére bekerült a hullaházba, talán találhat róla valamit. Nem lesz baj? Én azt gondolom, hogy... Na, menjünk a csajjal mi is, hogy maradjunk itt, hát ha mond még valamit a csávó. De lehet, hogy akkor azt játsszuk el, hogy a csávó nekünk jön, és akkor bejönnek, és akkor a csávót végleg bezárják, nem? Szerintem legyünk egy kicsit... Menjen csak. Hát, ha mond valamit a csávó. Nem is tudom. Ez hülye! Nem azt mondtam, hogy fordulj meg, te fasz! Még mindig azt hiszi, hogy csak kitaláltam. Kezd meggyőzni. De ha nem tudjuk bizonyítani, hogy Edem még él... Tudok bizonyítékot szerezni. Na, ezt mondtam! Igaza van. Így nem fog menni. Maga megőrült. Nézze, amíg rövid pórázon tartanak, nem fog előbújni. De egyedül elő tudom csalni. És ezüst tálcán fogom felkínálni. Még ha igaza is van, Benston bíró soha nem egyezne bele.
És ha bedrótoznának, úgy meg tudnának figyelni. Nem. De működhetne. Nem. Magát halálra ítélték, vagy elfelejtette? Olyasmiért, amit nem követtem el, vagy elfelejtette? Nézze, van valami, amit talán elfelejtettem megemlíteni. Ó, csupa fül vagyok. Adam azt mondta, hogy ha valaha is kiszabadulok innen, kapcsolatba lép velem azonnal. Na, ne mondja. Úgy de miért segítene? Nyomtam volna. Azért, hogy ne öljék meg. Kíváncsiak legyünk. Amit javasol, az egyszerűen őrültség. Nem, nem az. Maga is tudja, hogy csak így kaphatjuk el. Nézzen rám. Ki tudnám ütni? A zsaruk elhinnék. Hihetően csinálnám. A 75422-es robot ismét őrizetbe kell venni. Azonnal. Itt a 732-es járőr, vettem a parancsot. Ellenőrzöm és jelentem a helyzetet. Na most mit csináljunk? Öt éven át, azt hittem, hogy én felelek egy ártatlan túsz haláláért. Senki sem bízik bennem. Maga miatt. Sajnálom. Ó, nem érdekel. Egy jó okot mondjon, hogy miért bízzak magában ezek után. Nem tudok mit mondani. Csak hogy más ember lettem. Egy drogos könnyedén elhisz bármit. Edem ezt használta ki. Higgy el, ugyanúgy el akarom kapni azt a mocskot, mint maguk. Azért kérdezzük meg, hogy hogy találnál meg. És hogy találnál meg? Vannak kapcsolataim. Segíthetek megtalálni, ha elengednek. De azért nem lehet elengedni. Ne, hát azért hülyék ne legyünk. Nem. Hé, hé, nem megy sehova maga gazember. Nem, hát azért azt nem fogjuk megengedni. Hát jó, hogy nem engedem már el azt, akkor rám borul minden. Lehet azt kellett volna, de hát azért nem akarok hülye lenni. Én nem engedném el való életben sem. Értem én meg minden, de nagy kockázat az. Mi az, hogy így halálítélnek valakit, én meg egyedül így azt mondom, hogy oké, menjél a picsába. Nem. Én szoptam volna be. Tuti, hogy én. Na. Hát ugye az orvadász első áldozata, nézzünk utána neki is. Kezdjük az elejéről. A temetkezési vállalkozó. Az ő megölésére nem volt Finnnek indítéka. Nincs egyértelmű kapcsolata Las Palmas-szal. Az özvegy nem tudja, miért akarhatta Finn megölni a férjét. Talán 5 év alatt eszébe jutott valami. Meglátogatom, hát ha szóba áll velem. Na. Ez már így egy kicsit jobb. Most szerintem jól döntöttem. Én azt gondolom, hogy jól döntöttem. Hülyeség lett volna elengedni. 17 óra van már csak Finn kivégzéséig, hallod? Igen. Miss Johnson, mit akar? Tiszteletteljesek legyünk. A férjéről szeretnék beszélni. Én maga egy zsaru? Nincs mit mondanom magának. Valaki fotóz minket. Na, mik legyünk? Igazat mondjuk, vagy nem? Legyünk. Igen, asszonyom. Nyomozó vagyok. Szeretnék feltenni néhány kérdést a férjével kapcsolatban. Igen, és hol voltak, amikor éjjel hívtam magukat, mert éppen szétverte a fejemet? Akkor hol voltak a zsaruk? Most meg szükségük lenne rám, én meg nem érek rá magukkal foglalkozni. Jól van. Elárulná, hogy pontosan mit akar tudni? Na. Együttérző. Legyünk együttérzőek. Nagyon sajnálom, hogy a férje így bánt önnel. Úgy tűnik, hogy magának kereste a bajt, és az meg is találta. Ja, megtalálta bizony. Akar még valamit? Igénybe vette valaha is a férje prostituáltak szolgáltatásait? Ugye csak viccel. Bevágta a lompost bárkinek, a luxus kurváktól az utolsó koszos lótyóig. Egy idő után már nem is számoltam. Asszonyom, hallott valaha egy Adam Jones nevű férfiról? Egy Adam nevű srác néha beugrott segíteni a férjemnek a temetkezési vállalkozásnál, de ez már jó rég volt. Lehet, hogy ő volt az. Csak akkor már kicsit idősebb volt. Igen, azt hiszem. Biztos benne? Nézze meg alaposan. Igen, szerintem ő az. Köszönöm, hogy időt szánt rám, Miss Johnson. Úgy tűnik, a férj pont úgy viselkedett, mint Adam Jones apja.
Ez mondjuk nem volt rossz. Na csak most mi lesz? Valaki... Nem az az Eden faszom... Izél minket? Kamerázik minket? Ha? Ki tudja mi? Srácok! Én azt mondtam, hogy következő... Vagy azt mondom, hogy következő részt azt innen folytassuk. Én köszönöm szépen nektek a figyelmet. Aztán tovább fogjuk nézni, mert most már aztán egyre jobban érdekel engem a dolog. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot, akár fel is iratkozhattok, Unfilled Shop, Facebook oldal, minden itt van a leírásban. Pisztácia, és szavaztok! Yeah, yeah, yeah.